Jön egy atya, egy asszonyka, három kicsi gyereke, ugye gyermekeket fogadunk be, hát valamikor egész családok jönnek, hogy az ő férje őt elkergette, és akkor jön az asszonyka, hát egyik gyerek se járt még iskolába, picik, minden kisírt szemmel, mutassa vállát, csupa kék, hogy az ő férje őt fészi fokával megverte. Hát most erre mit mondjon az ember? Hát mondom, itt egy vendégszoba, pihenjen le, aludja ki magát, aztán csak lesz valahogy. Hát az asszonyka elment, aztán hányszor találkoztam vele, itt, ott, bárhol a folyóson, utcán, az mindig szitta a férjét, hogy milyen durva, kegyetlen, hogy miket csinál, meg minden. Most erre én, én mindig összeszorult a gyomrom, az utcára nem rakhattam ki, nem is akartam, aztán elteltve három, négy hét, és hát egy kis karek kalappal, hát az atya fi jön, és azt mondja, hát itt van -e ez a feleség, és mondott egy jó csúf jelzőt, hát mondom, hogy beszél maga a feleségére? Hát itt van, de hát, hát az magával kell, magával fekszik, az egyébről nem tud beszélni csak magáról. Hát azt nem mondtam, hogy miket mond, de ez így igaz. Nézett nagy kerek szemekkel, hát mondom, Nézze, hogyha én magának az udvaráról egy kecskét elhajtanák, mit csinálna? De őszintén. Azt mondja, leszúrna a villával. Hát mondom, maga meg három szép gyereket, asszonyost, elhajt hazúról. Hát hol az esze? Nézett nagy kerek szemekkel. Mondom, hozott te virágot. Hát azért kellett volna. Hát mondom, jó ember, mikor udvarolt, vitte virágot. Azt igen. Na, amikor a virágot odaadta az asszonykának, mit csinált? És akkor rám nézett, hogy állt egyik lábáról a másikra. Azt mondja, hát turbékolt. Mondta, ilyenek a nők, hogyha virágot adunk nekik, turbékolnak. a fészi fokával verjük a vállukat, akkor Hát Ez ilyen egyszerű, nem?